Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Önök a Völgységi magazint látják, és mutatom, mi mindent kínálunk a következőkben. A kismányoki hősökre emlékeztek. Kórus találkozót tartottak Váralján. Országos bajnoki címet szerzett Ördög Attila. Bringász kakast, szemléletváltó program. Bukovinai székely népi játékokat és táncokat mutattak be Izményben. Az első és második világháborúban, valamint az orosz fogságban elhunytakról emlékeztek meg kismányokon. A Hősök napi ünnepséget a helyi német önkormányzat szervezte, és az ünnepség szónoka Szili Katalin miniszterelnöki megbízott volt, aki beszédében azt is elmondta. Az, hogy a megemlékezés egybeesik a gyereknappal, egyfajta jelzés arra, hogy a haza szeretetét át kell adni a következő generáció számára. Kismányok főterén áll az az oszlop, mely őrzi mindazok emlékét, akik a haza védelmében útra keltek és soha nem tértek vissza. Az emlékhely 64 nevet, és ezzel 64 emléket őriz, nagyapákét, férjekét, gyerekekét. A Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatának tekinti, hogy évről évre megemlékezzen őseikről. Az alkalom, amiért ma itt, ennél az emlékműnél ismét összegyűltünk, az nem más, mint a megemlékezés és a tisztelet őseinkre, egykori falubeliekre, akik miatt minden évben az emlékmű köré gyűlünk. Megemlékezés azon időkre, amelyek arra kényszerítették sok honfitársunkat, így a kismányokiakat is, hogy a világháborúban hazájukért harcoljanak. Megemlékezés annak a 41 embernek a tiszteletére, akik német nemzetiségük ellenére a legdrágább kincset, az életüket adták a magyar hazáért, és a sírjaik valahol messze földön, távol a hazától domborulnak. Ünnepi beszédében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott arról beszélt, a Hősök napja nemzedékeken átívelő ünnepség. Egy társadalom akkor jár el igazán helyesen, és akkor ad egy kicsit is magára. Az őseiről megemlékezik, és tisztelettel őrzi ősök emlékét. És azt hiszem, hogy azzal, hogy azok, akik az életüket áldozták, vagy egészségüket adták az első világháborúban, úgy mentek el a harctereken, hogy nem voltak ott szeretteik, nem ölelték át őket az utolsó pillanatokban, és csak a hitük tarthatta meg őket akkor, és nem tudták a családok elsíratni a saját szeretteiket, hiszen ott maradtak a harctéren. Így minden egyes harcmező maga egy-egy temetővé alakult. Minden egyes áldozat nevét kőbe kell vésni, és meg kell örökíteni. Ez azért is fontos, mert ebből tudunk táplálkozni, és ebből tudunk mi magunk is átadni valamit a gyermekeinknek abból, hogy mit jelent az, hogy hazaszeretet, mit jelent az, hogy odaadni az életet a hazáért, amit tulajdonképpen a legfőbb és egy legtöbb egy embernek. Éppen ezért ezt tovább kell adnunk, és azért is tartom sajátságosnak, hogy május utolsó vasárnapja, amit 1924-ben meghatároztak, az egybe gyereknap is. Úgyhogy ilyenkor találkozik a múlt és a jövő. És ez a nap, ez gyakorlatilag arról is szól, hogy mi, akik a ma felnőttekként, hogy tudjuk egyrészt ezt a tiszteletet és ezt a megemlékezést és ennek a rítusát átadni következő generációknak. Bár a Hősök napja alapvetően az első világháborúban elesettek emlékezetére szolgál, a történelem során számos olyan esemény érte Magyarországot, melyben emberek estek áldozatául annak, hogy kiálltak annak védelmében. Gyakorlatilag Szent István óta, amióta államunk létezik, valamennyi hőse, hiszen a napnak is magyar hősök emlékünnepe a nap, és ennek van valami aktualitása is, mert akkor, amikor a 21. század harmadik évtizedének elején szomszédban a háború zajlik, akkor nyilvánvaló ilyenkor az ember óhatatlanul is a hétköznapokban is azokra az emberekre gondol, akik egy-egy családból, egy-egy közösségből elmentek. És ez a közösségnek, de az egész nemzetnek veszteség volt. Viszont egyre biztos, hogy megtanít bennünket a haza, a hon szeretetére. Sima László, a település egykori polgármestere, az esemény főszervezője is úgy vélte, ma különös jelentősége és nagyobb súlya lett a Hősök napjának. Azért tartjuk meg ezeket az ünnepségeket, illetve azért tartja meg a kismányoki német önkormányzat is, hogy ezeket a borzalmakat a mai fiatalok se felejtsék el, tisztában legyenek azzal, hogy mi is történt abban az időben. De most itt van a szomszédunkban, folyik a háború.
mi azt hangoztatjuk, hogy azért tartjuk meg ezeket az ünnepséget, hogy soha többé ilyen borzalom ne forduljon elő, és csak át kell menni a szomszédba, és látjuk ezeket a borzalmakat. Én azt gondolom, ma különösen jelentősége van annak, hogy ezt a Hősök napját megtartjuk. Kórus találkozót tartottak Vár alján. Az eseményen 5 település énekkara lépett fel. A szervezők elmondása szerint legfőbb cél a hagyományok őrzése és átadása a fiatalabb generáció számára. Szebbnél szebb népdalok csendültek fel a Várajai Művelődési Házban, ugyanis ezúttal a település adott otthont az immár hagyománynak számító népzenei találkozónak. Létezik egy ötös kör, egy úgynevezett ötös kör, amit a Sükösdön dolgozó dr. Csebéla tanár úr talált ki nagyon sok évvel ezelőtt. Ők az idén már az 50 éves születésnapjukat ünneplik, és hát ebbe a csoportba mi is bekerültünk, immár harmadik alkalommal veszünk részt ebbe a munkába, és nagyon nagy örömmel fogadjuk ma ennek az ötös körnek a résztvevőit, akik rajtunk kívül a Sükösdi Népdalkör, az Érsekhalmi Népdalkör, a Tázlári Asszonykórus és a Keceli Népdalkör. Ez minden évben folyamatosan működik. Általában a Béla bácsi különböző csoportokat szokott meghívni, pontosan azért, hogy a népdalok ne menjenek veszendőbe. Ez az 5 csoport abban az adott évben látogatja egymást, és ilyenkor az a feltétel, hogy mindig különböző népdalcsokrokkal álljunk elő. Tehát ilyenkor egy olyan 20-25 népdal előkerül minden csoportnál. Tehát, hogy amikor meglátogatjuk egymást, akkor ne ugyanazok az énekek jöjjenek elő. Hát mi szenzációsnak tartjuk, és ezért is veszünk benne részt. Ráadásul hát személyes jó ismeretség kapcsán is. Béla bácsi ugyanis itt kezdte ezelőtt nagyon-nagyon sok évvel a tanítói pályafutását, és hát ő boldog volt, hogy mi is ide csatlakoztunk, és mi meg örültünk neki, hogy ismét ránk talált. A Sükösdi Népdalkör, akikkel együtt élek, ők az idén ünneplik a megalakulásuknak az 50. évfordulóját. Összeszoktunk ennyi idő alatt, azt mondhatjuk. De a magyar népdalnak már az ősi funkciója is az volt, hogy minél több ember tudjon egymás közelébe vinni. Ennek a gondolatnak a felélesztésére vagy ébren tartására született a sükösdiek között az a gondolat, hogy minden évben meghívunk 4 népdalkört, akkor így 5-en vagyunk, és adunk közösen egy hangversenyt, utána bulizunk egyet, és körbejárjuk mind az 5-ünket. Mi 5-ös körnek nevezzük ezt a dolgot. Az 5-ös körnek ez a 24. alkalma. Ott is jubileum lesz majd, mert a szeptemberben indul, az a 25. lesz már. Akikkel ma itt találkozunk, itt már mindenki úgy tud integetni a másiknak, mint ismerősnek. És az ismerős
Tehetség itt nem névtudást jelent, hanem lélekismeretet. Én tudom azt, hogy te nagyon rendes ember vagy, és azért vártam nagyon, hogy találkozhassunk, és íme itt van egy alkalom újra, amikor ez megtörténhet. Ami nekünk segíteni tud, garanciát ad arra, hogy olyan dolog történjen, ami valóban értéket hordoz, azok az őseink, akik nem csak tudtak énekelni, hanem érezni tudták, amit a zene és a szöveg közvetíteni tud. Hát mi ezt ünnepeljük minden ilyen ötös körben. A nagymányoki lőegylet versenyzői kiemelkedő sikereket értek el az utóbbi időben. Ördög Attila a Steel Challenge elnevezésű országos sportlövőbajnokságon egy arany és egy ezüstérmet szerzett az egyesület színeiben versenyezve. Az Amerikából induló sporták sajátossága, hogy 8 különböző pályát kell teljesíteni a versenyzőknek, ahol 5 darab fémcélt kell eltalálniuk a lehető legrövidebb időn belül. Csak kevesen tudják, hogy már nagymányok is rendelkezik lőtérrel, amit a fegyvervizsgával rendelkező egyesületi tagokon kívül a rendőrség, illetve katonaság kötelékében dolgozók is használhatnak. Ezzel Karl Béla, nagymányok polgármesterének egy régi vágya teljesült, aki hosszú évek óta tervezett egy lőteret kialakítani a településen. Jó pár évvel ezelőtt, amikor sikerült a MÁV-tól visszaszerezni ezt a területet, akkor úgy bejártam, hogy mégis mit lehet ezzel kezdeni, és teljesen véletlenül akadtam erre a gyakorlatilag pincerendszerre, ami valamikor régen a bányának az óvóhelye volt, és hát úgy kiderült, hogy elég hosszú, elég magas kedv is van körülöttem is egy csomó embernek ehhez a játékhoz, és hát elkezdtük kiépíteni, megcsinálni, hát azt hiszem 2 évig dolgoztunk rajta, mert ez a helyiség úgy jó félig szeméttel volt föltöltve. Kihortuk, megcsináltuk, villanyszereltünk, stb. És hát elkészült a terület, és azóta már akkor megvolt az egyesület, és hát azóta aztán használjuk. Lőtérként versenyeket is szervezünk. A maroklőfegyverek, a golyós és sörétes puskák használata is engedélyhez kötött, amik tartása mellett kötelezően előírt, rendszeres lőgyakorlaton is részt kell venni. Vannak akik, mind a kollega, aki most magyar bajnokságot nyert, akik ezt nagyon komolyan művelik, és vagyunk is sokan, akik ezt igazából hobbinak, szórakozásnak tekintjük. Nyilván ahhoz, hogy a fegyvereinket megtarthassuk, meg kell lőni az éves penzumot, ezt megtesszük, és élvezzük a játékot. Körülbelül olyan 90 körül vagyunk most. Ennek a 10-12%-ja az, aki ezt komolyan, tényleg versenyszerűen gondolja. Mi meg hobbiból, játékból, jókedvből végezzük ezt a tevékenységet. Az egyesülethez való csatlakozásnak szigorú feltételei vannak, az alkalmassági vizsgán kívül egy személyes elbeszélgetésen is meg kell felelni az elvárásoknak. Tolda megyében kevés lőtér van, szomszéd a Szászvárról, amikor én is ott kezdtem, ez egy nagy tereplőtér. Ami ennek az előnye, az a hátránya is, tehát az előnye az, hogy mindig azonos körülmények vannak, a hátránya az, hogy nyáron hűvös van, télen kicsit melegebb van, és hát állandóan szellőztetni, világítani kell, de ezt technikával megoldottuk, és remélünk tudunk majd tovább fejleszteni. Gyakorlatilag gyakorolni az egyesület tagjai jönnek, akiknek van engedik, nyilván lövészvezetői vagy bírói kísérettel. A élménylövészetet mi nem tartunk, én azt nem tartom helyén valónak, vagy ide alkalmas tevékenységnek, és nyilván hát versenyeken jönnek az ország minden részéből. Ördög Attila a nagymányoki lőegylet versenyzőjének megítélése szerint nagyon fontos, hogy mentálisan és fizikálisan toppon legyen az, aki a lőállásba lép, mert egy koncentráció kiesés könnyen az ember versenyébe kerülhet. Hát a Steel Challenge az egy Amerikából induló sportág, most már lassan 40 éve folyik ez a versenyzés nemzetközi szinten, ennek egy nemzetközi szabálykönyve van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van 8 kötött pálya, és ez benne van a szabálykönyvben, tehát le van írva, hogy pontosan hogy kell felépíteni ezeket. Minden pályán 5 fémcél van, és ezt az 5 fémcélt kell a versenyzőnek minél rövidebb idő alatt meglőnie. Egy-egy pályát 5-ször teljesít, amiből a legrosszabb ideje kiesik, tehát a 4 legjobb ideje adódik össze, és az összes pálya összidejéből jön ki a versenyideje, ami alapján rangsorolják a versenyzőket, és értelemszerűen aki a leggyorsabb, az nyeri a versenyt. A nagymányoki lőtér minden kategóriában megfelel az előírt szabályoknak, így a hivatásos és sportlövők egyik kedvencévé vált.
Kerékpáros élménytúra, extrém BMX bemutató, bicikli verseny és még sok más program várta a kakasdi lakosokat a Bringáz Kakasd elnevezésű szemléletváltó programon. A szervezőknek a rendezvényel az volt a céljuk, hogy a nemrégiben átadott kerékpárutat népszerűsítsék, illetve felhívják a figyelmet a felelős közlekedésre. Extrém BMX bemutató is a program része volt a Bringáz Kakasd elnevezésű szemléletformáló rendezvényen, aminek a célja az volt, hogy a nemrégiben átadott Kakasd széptölgyes kerékpárutat népszerűsítsék, illetve felhívják a figyelmet a felelős közlekedésre. A település lakosainak régi vágya volt, hogy biztonságosan közlekedhessenek a kétkerekűekkel egészen széptölgyesig. A templom előtti térről indul a kerékpáros nyomvonal, ezért is ide szervezték a programot. Ez a Kakasdiak Bringára fel szemléletformáló rendezvényünk, és ezzel szeretnénk népszerűsíteni, és felhívni a figyelmet a szabályok betartására itt a kerékpáros nyomvonalon, kerékpáros úton. Szeretnénk, hogyha együttműködőek lennek a kerékpárosok a többi közlekedővel, és viszont, tehát akár a autósok, motorosok, a gyalogosok ugyanúgy figyeljenek a kerékpárosokra, biztonságosan tudjanak közlekedni balesetmentesen. Igazából ez a szemléletformálás ezt szolgálja, valamint azt, hogy Kakasdon eddig nem volt kerékpáros út, és fölhívjuk a figyelmet, hogy ezen például nem szabad közlekedni motorral, autóval, vigyázzanak rá. Ez egy régi kezdeményezés itt Kakasdon, régóta szerettük volna, hogy kerékpárút épüljen egészen széptölgyesig, most sikerült megvalósítani, de azt látjuk, hogy nagyon nagy generáló szerepe van, mert nagyon sokan használják, fiatalok, idősek egyaránt, sokszor indokolt lenne a folytatása is, mert nagyon szeretnek tovább menni, tehát Bonyhád irányába, Ladomány, Grábóc irányában sokan használják ezt az utat. A rendezvényre szép számmal jöttek el a lakosok, hiszen a szervezők számos más programmal is készültek a BMX bemutatón kívül. Többféle programot szerveztünk a mai napra, ez az extrém BMX bemutató lenne a kezdeti program, ezt ki is lehet próbálni saját felelősségre itt, hogyha valaki kedvet kap. Extrém sportolóktól kaptunk segítséget ehhez a rendezvényhez, és akkor délben elindul innen egy kerékpártúránk egészen széptölgyesig, majd vissza, ebéddel vendégeljük meg a résztvevőket, valamint kapnak egy nagyon szép kiktűzőt, és még innen is lehet részt venni különböző programokon, aki kedvet kap, például egészséges életmód szűrése, felvilágosítás történik, gyümölcsöt kapnak ajándékba a résztvevők, feladatlapot lehet kitölteni az elhangzottakkal kapcsolatban, amit én most itt elmondtam. Időfutamat tervezünk, szervezünk nyereményekkel, valamint az ott kitermelt fákból rönkök készültek, és ezeknek a díszítését szeretnénk megvalósítani, és ezeket a rönköket ott helyezzük majd ki a kerékpározók számára, és kaptunk felajánlásként is 2-3 kerékpárt, amit már kitettünk úgy, hogy aki elhalad, azt láthassa. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül megvalósult projektből 781 méter kerékpárút és 1,2 kilométer hosszú kerékpáros nyomvonal épült meg a kakasdi lakosok nagy örömére. Székely néptánc bemutatót tartottak Izményben, ahová a régió több településéről érkeztek fiatalok. A rendezvény célja a hagyományőrzés és a székely kultúra népszerűsítése volt a fiatal generáció körében. Két tánccsoport közel 200 növendéke vett részt az Izményben megrendezett bukovinai székely gyermekcsoportok találkozóján. A Tolna megyéből érkezett gyerekek hagyományos népviseletbe öltözve adták elő műsoraikat. Kelemen Ferenc Izmény polgármestere szerint ezek a rendezvények összehozzák nem csak a rokonságot, de az azonos kultúrához tartozó embereket is. Én ennek a rendezvénynek mindig nagyon örülök, sőt minden rendezvénynek, ami a településen van, mert ez egy kicsit a településnek is a jót tesz, hogy azért az emberkék kimozdulnak, és ez meg különleges, ugye, hogy a kis csoport,
a Népi Együttes kis csoportja, hogy itt Izményben is van, és sőt, ők szervezték először, és ők szervezték meg ennek az összejövetelnek is, most már harmadik alkalommal van megrendezve. Én ennek nagyon örülök, mint ahogy mondtam is ott a végén, hogy ennek már csak akkor ülnék jobban, hogyha ez a rengeteg ember, ez mind a településünk lakója lenne, mert én azt látom, hogy ha egy településen sok a gyerek, akkor van élet. Ha nincs fiatal, nincs gyerek, akkor viszont eléggé zsiralmas a helyzet. Ez nagy öröm részemre, és úgy gondolom, hogy a település lakói részére is, mert kikapcsolódhatnak, itthon láthatják a mi gyerekeinket, sőt, és nagyon sok településről idejövő gyerekeket is, és nagyon nagy ugye a rokonság, azért az ismeretség, és majd, hogy mindenki ismer mindenkit, Hagaráról jön, Habátaszékről jön, de pláne Kakasról, úgyhogy ezek mind azt mondom, hogy a mi fajtánk, mondjuk úgy, hogy nagy része Székely. A Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat több korosztállyal is képviseltette magát. Az óvodások mellett általános iskolások és középiskolások is adtak elő bukovinai népi játékokat és táncokat. 2019-ben voltunk itt először a Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulattal. Hát, akik akkor novisok voltak, azok ma már iskolások, úgyhogy most is föl fognak lépni. Hát nagyon szeretünk ide járni, mert nagyon barátságos környezet van itt, és nagyon jó ez a találkozó, hogy egymást tudjuk látni, hogy hol tartunk magunkhoz képest, vagy egymáshoz képest. Izgalommal nézzük egymást, hogy jaj, most ki az ügyesebb vajon. A gyerekek a fellépések között részt vehettek kézműves foglalkozásokon, színezhettek és énekelhettek is. Az évről évre visszatérő tánccsoportok növendékei egymásnak átadva tudásukat próbálják meg továbbvinni a néphagyományt. Bátaszékről érkeztünk. A bátaszéki székelyek baráti körének van egy felnőtt csoportja, és most a kicsikkel érkeztem, ők a Székely dédunokák. 3 és 8 év közötti gyerekekről beszélünk, körülbelül 25-en vagyunk, de 14 gyerekkel érkeztem ma ide. A koreográfiánk címe Disznóölés maszkában. Egy kis népi hagyományt próbáltunk feleleveníteni. Bukovinában is ez a maszkázás, ez nagy hagyomány volt, és próbáljuk a mai gyerekek körében is ezt megismertetni. A hagyományos táncokat táncoljuk, próbálunk hagyományos dalokat, mondókákat, énekeket találni és tanítani nekik. Az egyesületünk egy pár éve újult meg, egy nagyon régi egyesületről beszélünk, de most kezdtünk fiatalítani, tehát a felnőtt tánccsoport is, és a gyerekek is most kezdenek gyűlni, úgyhogy körülbelül másfél-két éve kezdtük el, de akkor a vírus egy kicsit gátat szabott a fejlődésnek, a kicsikkel való foglalatoskodást. Tavaly 5 kisgyerekkel voltam, most 14-el, tehát ez is mutatja, hogy azért alakulunk. Népviseleteinket most fogjuk beszerezni, igyekszünk mindenkinek népviseletet varatni, úgyhogy reméljük jövőre már mi is ilyen gyönyörű viseletekben leszünk, mint a többiek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!